a mellém. Bármit mondok, szomjas vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj! Lehet olyan vagy gyenge, de ha a szívem száll a penge, attól nem érzek meg a gyógyban. Ha a kocsikban dombarok van, tudom én, erősök, persze. De ha a fejedben ott van a fejszer, vagy a fejtel csülébe nézel, ott már semmire nem még bűzös. Hiába vagy gazdag, ha az indiát leszel aznak, a kocka el van vette, te meg a földben látja, mert te ott már. Hiába van ügyvéd, aki a törvényt törveti, így senki sem jó álló, és a szemed a végül álló. A halál ugyanis mindig, túlvilági tévénk van, marad szólnak a hírek. Sajtó, aki a fogalra tudán jól ki, annak vár a második ajtól. Szentként veszik a gyere már, de valaki zentve az útja lennek, a megosztán turiszt, a legjobb szolgáltatást nyújtja. Lehet, hogy nem vagy gyáva, és a végén te maradt száva, de mire jó úgy az az élet, hogy csak tudnak vele még életén is. Aki a pokolra tudán jutni, annak vár a második ajtó. De ha szentként teszik a tekre már, te van fizetve az útja önnek, a legjobb szakiriszt, a legjobb szolgáltatás nyújtja, gyerünk! Ki a csánk vagy a mennyek a mondcsak, menj bajtó, menj megbe! Ki a csánk vagy a mennyek a mondcsak, menj bajtó, menj megbe! Ki a csánk vagy a mennyek a mondcsak, menj bajtó, menj megbe! Ki a csánk vagy a mennyek a mondcsak. Megnéznek, az Isten a pénznek, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot, mennyire állok az ajtól, mekkora mellül a lépés, megint meg ott lehet a kenni, kocsiban a hangerő, kocsiban a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak már a második ajtó.